több mint 100 millió forintból újul meg a kertvárosi önkormányzati bérlakástömb. Az MSZP-s miniszterelnök jelölt bírálta a Fidesz politikáját. Mit tenne másképpen Mesterházy? Két kérdésre keresik a választ a pécsiek, Simon Gábor bankszámlái és Kőhegyi István vagyonosodása. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják április 1-én kedden. Tartsanak velünk! Több mint 100 millió forintból újul meg a kertvárosi önkormányzati bérlakástömb. A Szántó Tibor utcai épület együttest még a korábbi városvezetés építette. A kivitelezési munkálatok során azonban több hiányosság is fellépett. A lakók panaszára az önkormányzat most teljes körű felújítást indított el az ingatlanon. A város saját erőforrásait is kihasználja, ugyanis a szükséges földmunkákat közfoglalkoztatottak végzik. A szakipari munkák, valamint az anyagköltség együtt több mint 100 millió forint. Ez indul a lábazati szigetelések utólagos pótlásától, ami ugye eleve látszik, hogy milyen stratégiai hiba, hiszen egy új építésű háznál ilyen hiányosság nem lehetne. Az épület körüli járdák megsüllyedését fogjuk kiküszöbölni, továbbá az egész épülettömb hőszigetelési munkái pótlólagosan el lesznek végezve ütemezés szerint, valamint a függő folyosón lévő beázási problémák kezelése is megoldásra kerül. Teltház fogadta Mesterházy Attilát hétfőn este Pécset. Az MSZP miniszterelnök jelöltje beszédében többek között bírálta a Fidesz politikáját és tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy pártja a kormányra kerülése esetén mit fog másképp tenni. Mesterházy Attila elmondta, Magyarországot talpra fogják állítani, ez azonban nem fog egyik napról a másikra menni. Felállva tapssal köszöntötték a megjelent pécsiek Mesterházy Attilát lakossági fórumán. Az MSZP miniszterelnök jelöltje beszédében többek között kitért arra, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetik a trafik koncessziókat és felülvizsgálják a földpályázatokat. Mesterházy Attila a fórumon bírálta a Fidesz gazdaságpolitikáját is. Azt mondták, hogy tanítani fogják ezt a nem ortodox gazdaságpolitikát, ezt mondta a miniszterelnök nekem a parlamentben. Mondtam meg, hogy igazad van. Hát ugye? Ugye ez az igazság, az ember mond egy ilyet, aztán rögtön fölrobban a ház. Kérem, azt mondta a miniszterelnök, tanítani fogják. Mondtam, hogy ez igaz. Tanítani fogják, hogy soha, sehol, senki ne csinálja ezt, mert egy országot lehet tönkre tenni. Mesterházy Attila beszédében elmondta, Orbán Viktor tévedett, mikor azt mondta, hogy a magyar fiatalok kalandvágyból mennek külföldre. Az MSZP miniszterelnök jelöltje szerint inkább a nyomor elől menekülnek más országokba. Ott tartunk, hogy 10-ből 8 magyarnak az életszínvonala csökkent. Ott tartunk, hogy az Európai Unió nem a mi mondásunk. Az Európai Unió statisztikája szerint 3,3 millió szegény ember él Magyarországon. Egy másik nemzetközi szervezet, az OECD, egy olyan tanulmányt adott ki, amiben az van leírva, hogy Magyarországon 31% az embereknek éhezik. A fórumon Mesterházy Attila azt mondta a megjelenteknek, hogy kormányra kerülésük esetén jobb irányba fogják terelni az országot, ehhez azonban időre lesz majd szükségük. Őri László fideszes képviselő sajtótájékoztató reagált Mesterházy Attila a szocialista pártelnöke hétfői Pécs látogatására. Őri László elmondta, Pécs két ügyben várja Mesterházy Attila válaszát, miszerint Mesterházy Attila helyetteséről Simon Gáborról kiderült, hogy nem egy és nem kettő, hanem összesen 5 bankszámlát rejtegetett több 100 millió forintnak megfelelő összegekkel. Most már tényleg szeretnénk tudni, hogy ki ez a pénz valójában, amihez az MSZP egy emberként falaz Mesterházy Attilával az élen. A fideszes képviselő szerint egyelőre a párt megyei elnökségi tagja Kőhegyi István sem tudta megmondani, hogy egy év leforgása alatt hogyan lett közel 50 millió forintos tartozásából 70 millió forintos vagyona. Amiben a pécsiek ugyancsak várják Mesterházy Attila válaszát, hogy rendjén valónak, hétköznapinak tartja, hogy Kőhegyi István az MSZP Baranya megyei elnökségének tagja egyik napról a másikra 120 millió forintnak megfelelő vagyongyarapodást könyvelhetett el. Azt gondoljuk, hogy eljött a válaszadás ideje, mert Mesterházy Attila vagy totálisan alkalmatlan arra, hogy a szocialista pártban rendet tegyen, vagy hazudik, és ezzel ő is részesévé válik minden idők legkorruptabb választási szövetségének. Az emberek, a pécsiek ezekre a kérdésekre keresik a választ, mondta Őri László.
A háztartások által lakáscélra felvett hitelköltség mutatója 7,92%-ra, a szabad felhasználású jelzáloghitelek mutatója pedig 9,72%-ra csökkent. Ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. A személyi hitelek azonban drágábbak lettek. A szakma arra számít, hogy idén 10%-kal bővül a folyósított hitelek állománya. Az MNB adatai szerint tavaly november végén közel 3.369 milliárd forint volt a háztartások teljes lakáshitel állománya, amelynek 53%-át adták a devizahitelek. A lakásszíró hitelek 96,7%-át az 5 éven túli lejáratú konstrukciók tették ki. Több mint 500 millió forintból újul meg a Pécsi Horvát Színház. Szerdán lesz az ünnepélyes együttműködési szerződésnek az aláírása. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságának a képviseletében lesznek itt felsőbb vezetők, és létrejön egyfajta megállapodás. A stúdióban köszöntöm Vidákovics Slávent, a Pécsi Horvát Színház igazgatóját, és mielőtt ez a holnapi nagy nap bekövetkezne, mi egy picit beszéljünk arról a bizonyos múltról, ami 2006-ban indult, hiszen ez nagyon-nagyon-nagyon régóta húzódó terv, hogy bővüljön és felújítsák, és közben még egy terv, új tervátalakítás is született. Mi minden volt itt? Igen, köszöntelek és üdvözlöm a Pécs TV nézőit. 2006-2007-ben az Ágráb városa Milan Bandić polgármester úr jóvoltából a Pécsi Horvát Színház megvásárolt egy ingatlant, a mostani Anna utca 17 szám melletti ingatlant, és már akkor, sőt mondhatni 2005-ben elindult egy ilyen gondolkodás édesapám Vidákovics Antal, aki akkoriban a Horvát Színház igazgatója volt, hogy a Pécsi Horvát Színház kinőtte a mostani jelenlegi épületét, és egy új színházat kéne megépíteni. Sajnos ugye most 2014-et írunk, ugye eltelt azóta 7 év, az akkori tervek, amik elkészültek 2007-ben, a mai jogszabályoknak már nem feleltek meg, a mai korszerű technikának se, ezért döntöttünk úgy a városi vezetőkkel, hogy egy teljesen új projektbe fogunk belefogni. Ugye a 7 év alatt azért nagyon sok minden történt még, ami predesztinálta azt, hogy az új Horvát Színház, hál' Istennek, holnap, ahogy említette, alá fogjuk írni ezt az új Horvát Színháznak az épületnek az alapkő letételét, plusz a támogatási szerződést az Emberi Erőforrás Minisztériumával. Én nagyon örülök ennek, hiszen nagy nap lesz az a holnapi, mint a Pécsi Horvát Színház történetében, de én úgy érzem, hogy nem csak a Pécsi Horvát Színház történetében, hanem a magyarországi horvátság történetében is, de ezen belül Pécs városának és mindenképpen a magyar államnak is, hiszen a Pécsi Horvát Színház azon kívül, hogy Pécsen van, egyfajta kulturális híd szerepét tölti be a két ország között. Én remélem az új színház épülete, ami egy modern, teljesen korszerű színházi, közszínházi épület lesz, ennek méltó helyszíne lesz majd a továbbiakban is. Mennyivel bővül a színház területe most, mekkora és mekkorára építik? Ugye a régi színház, ami most az Anna utca 17-ben van, az annak a méretének a háromszorosa lesz. Hogyha beleszámolom még a régi épületet is, hiszen az is fel fog újulni, de a régi épületben mondhatni a menedzsment, a kiszolgáló helységek fognak helyet kapni, és a vadi új épület, ami megépül, az új telken, az lesz a maga a színház, hogyha így fogalmaznék, hiszen ott lesz az új színházterem, ami a tervek szerint 108 férőhelyes lesz, és majdnem 10x10-es színpada lesz. Mi minden lesz átalakítva a régi részbe, hogy kell ezt elképzelni, aki mondjuk nem látta a terveket, nem tud erről semmit, mert ugye az új rész, a közszínházi rész megbővül, ugye arról most volt már szó, de a régi kis picike belső résszel, azzal mi lesz annak, mi lesz a feladata? Hát a régi épületben fognak helyt kapni az irodák, természetesen a régi épületnek most a közepe meg lesz bontva, és ott lesz egy nagy bejárat, ami felvezet majd az előcsarnokba, ahol a Csoporhorda Galéria, ami idáig akik jártak már nálunk, tudják, hogy a legfelső emeleten volt, ami
ugye sok esetben nem pont a legszerencsésebb, ez az előcsarnokba fog kerülni, ami már az új és a régi épületnek az összefonódásában lesz, vagy ott fog teret kapni. A régi épületben még a legfelső szinten ki fogunk alakítani 5 darab vendégszobát, ahol a vendégművészeink majd legyenek azok Horvátországból vagy Magyarországról, akik játszanak a színdarabjainkba, ott tudnak lenni addig, ameddig az előadás próbái tartanak. Ugye a támogatói aláírás volt már róla szó, szerdán lesz, április 2-án. Mikor kezdődik a konkrét építkezés, átalakítás, és addig akkor hol lehet nézni az előadásokat? Hát, tudom szerint a közbeszerzési eljárás az most a napokba fog lezárulni. Reményeim szerint minél előbb meg lesz a megfelelő kivitelező, és hát én úgy gondolom, hogy április végén, május elején elindulhat az építkezés. Amúgy a régi telken ott a régi épület már le lett bontva, ahol holnap majd az alapkő elhelyezése is lesz. Ott már a terep mondhatni készen áll arra, hogy elindulhasson az új épületnek az építése. Reményeim szerint én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy szeptember végére már át is fogjuk ezt a színházat adni, de legkésőbb október elejére mindenképpen szeretnénk, és hát remélem, hogy a kedves nézők is, akik nézik ezt az adást, eljönnek és megnézik ezt az új horvát színházat. Természetesen ez egy épület lesz, de a mi feladatunk lesz az, hogy színházát tegyük. Köszönöm szépen Vidákovics Szláven, hogy a Pont ma vendége volt. Nagyon szépen köszönöm. Tizenkilenc helyszínen összesen 400 millió forintból építik ki a szennyvíz és vízvezetékrendszert Pécsett a közeljövőben. Ezt Csizi Péter alpolgármester jelentette be kedden. Az önkormányzat az ISPA programból kimaradt területeken fejleszti a közműveket. Az első ütemben 12 helyszín kapcsolódik be a pécsi vízvezeték és csatorna hálózatba. A beruházást 1-2 héten belül elkezdik. Hát augusztus végéig beszerelik, azt mondták. A Damjanics utca közepén 4 ingatlanon nincs megoldva a szennyvízelvezetés. A városban összesen 19 helyszínen, azaz Pécs területének 1%-ában kell még kiépíteni a szennyvíz- és vízvezetékrendszert a közeljövőben. Az önkormányzat az ISPA programból kimaradt területeken fejleszti a közműveket. Ez azért is különösen fontos, mert a város alapvető környezetvédelmi célja, hogy a településen keletkező szennyvizek a csatornarendszeren keresztül tisztító telepre jussanak, és megfelelő kezelés után a már nem szennyező vizek kerüljenek vissza a környezetbe. Pécs területének szinte teljes egészében megvan az a lehetőség, hogy a családok csatlakozzanak a szennyvízhálózathoz. Az 1%-ot az elkövetkezendő másfél-két évben, két ütemben szeretnénk megoldani. A célunk az, hogy 2015-re gyakorlatilag minden utcában lehessen csatlakozni a városi ivóvíz, illetve szennyvízhálózathoz. Első lépésben 12 helyszínt közművesítenek, a terveztetés és az engedélyezés megtörtént már. Megalakult a beruházás megvalósításához szükséges vízi közműtársulat is. Az összberuházás 400 millió forint, amihez az önerőt a lakóknak 10 év alatt kell kifizetniük. Ez mindössze havi néhány ezer forintos költséget jelent családonként. 2008-ban az év Campus honlapja címmel kitüntetett pécsi egyetemi portálrendszer mára idejét múltá vált. A ptl.hu-nál ezért informatikai és arculati téren egyaránt változásokat vezettek be. Az új Drupal alapú portálmotor legnagyobb erénye a rugalmasság, kezelhetőség, valamint az a széles háttértámogatottság, amely az intézményi szinte jelentkező igényeket az eddiginél gyorsabban képes kiszolgálni. Az előző rendszerrel ellentétben ez a fejlesztés saját erőből történt. Informatikai részről az informatikai igazgatóság, míg az arculati tartalmi koncepció kidolgozását a marketing osztály végezte. A pécsi járási hivatal tájékoztatása szerint április 5-én szombaton 8 és 18 óra között, valamint április 6-án vasárnap 8 és 19 óra között a 2014 évi országgyűlési választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében a pécsi járási hivatal Uránvárosi kormányablakában, Pécs Szántó Kovács János utca 1/D
Ideiglenes személyazonosító igazolvány, lakcímkártyapótlás, elkészült személyazonosításra alkalmas okmányok átvétele ügyekben lehetőség van ügyintézésre. További információ az okmányiroda, illetve a kormányablak munkatársaitól, valamint a hivatal telefonszámaink érhető. Második alkalommal rendezi meg a Pécsi Családi Színházi Fesztivált a Pécsi Nemzeti Színház Társulata. A május 27-e és június 2-a között bemutatásra kerülő előadások klasszikus és kortárs irodalmi művek, regények feldolgozásával vagy drámák adaptálásával jöttek létre. Nívós előadásokból válogatnak, melyet a családok együtt élvezhetnek. Így a fesztivál szolgálja azt a fontos szempontot, hogy a családok apraja nagyja együtt töltse a szabadidőt, együtt művelődjön. Lássuk főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Több mint 100 millió forintból újul meg a kertvárosi önkormányzati bérlakástömb. Az MSZP-s miniszterelnök jelölt bírálta a Fidesz politikáját. Mit tenne másképpen Mesterházy? Két kérdésre keresik a választ a pécsiek. Simon Gábor bankszámlái és Kőhegyi István vagyonosodása. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!